Mi van És akkor akkor? most mi van? Úristen, Vagyok Csabika kétszer magasabb nálam, akkor literál. nem tudom. Nem tudom, mennyire olvasod a kommenteket, de sokkal többen állnak mellettem, mint melletted. Nem tudom, mennyire tűnt fel amúgy. Kurvára nem Csabi, érdekel amúgy. nem akarok Kurvára nem megbántani, de érdekel amúgy. Csabi, aludj De az már! előbb konkrétan elsírtad magadat. Zsebi, A live-ban. Igen, Zsebi, elsírtad hallod? magadat. Igen, Zsebi, elsírtad magad. Zsebi, te éces Várjál geci, már. hallod? Mondjál. Hallod? Előbb még azt mondtad, hogy rajtam nincs mink, rajtam nincs mink. Nézzétek, Kurvára rajtam nincs mink. saját Utána a nőtös live-ba, hallod? Utána a live-ba. Jaj, minket. elkönyödött is minkem, úristen. Jó, azt csak képletesen mondtam. Na. De te az a baj, te mindent viccből mondasz, képletesen mondasz. Te van ember, aki téged komolyan tud venni, de most komolyan. Ugye, hányan néznek most, mert nekem nem jelz ki. 550, és azt akartam mondani, hogy írták, hogy valakinek van videó. Kit érdekel, hogy mi veszekszünk gyerekek, amúgy őszintén? Miért? Hallod, Zsebi, nem azért, nem 500-an néznek, de mielőtt beléptél is 400-an néztek, szóval teljesen az mindegy. Most nem. Nem, attól leszünk oda meg vissza. Tép még a szemem? Ja, alapból engem mondjuk menjen. Gyönyörű. Köszönöm. De Zsebi, szép még a szemem. Alapból ne azt kérdezz, Zsebi, hogy téged alapból menjen néznek, mikor hanem alapból Zsebi? Hányan basznak meg egy héten. 3 hónapja nem voltam senkivel. Mikor jössz el, Zsebi? Hadd idézzek most egy mondatot. Holnap bemegyek városba, és összeszedek magamnak valami gazdag, izmos, igen, mert miért ne lehet mondani? Hát meg nem fogom magam megbaszatni vele. De megfogod, az a baj. De megfogod. Ne is zavarjon, hogy mert ti tudjátok alapból, hogy mi a nemi identitásom. Mondtam, hogy valamikor a csönd értelmesebb a gondolatban. Zsebi, tudjuk neked, mi a nemi identitásod, geci? Nem, nekem nem kell bemutatni, geci, ott voltunk a buliba, figyeld, te mikor bejöttél, én fifáztam, fél időben voltunk, egy fél nem, idő, az 6 csak perces, azért volt, mert kurvára be voltam, azt sem tudtam, hogy fiú vagy, vagy ja, igen, te részegen jöttél, de teljesen részegen jöttél, de figyeld, oda jött egy fél idő, 6 perc, az első fél időben voltunk, te bejöttél a házba, geci, már szoptatod a nyakamat, meg minden, vége volt a mesnek, aztán egyből mentünk fel a szobára, de te neked nagyon jó nem identitásod van. Fél éve volt, mert mennyi. Azóta se változott. Krisztofer, ki van nagyon írja félhez, és mennyire Csabik aludni. Azóta se változott, mert múltkor rám írtál, geci, hogy nálam aludhatsz-e, és mondtam, hogy ha fizetsz érte, akkor igenis belementél. Miért szerinted nálad akar? Az kurvára azért volt, mert ott voltam. Mondtál, ugye, kitalálom, viccből és mondtam. Luszával, vagy, na jó, amúgy mindegy. Érted, ilyenkor mondod, hogy mindegy, mikor tudod, hogy nincs az igazán. Jó, most tudod, hogy minden megalázod minden saját neked magad. Inkább legyek akkor én a szar, mint hogy én nem is akartam más. Hát ez így van, te vagy a szar. A szívembe zártam más. Minden probléma. Ez nem azért volt, de mindegy. Visszatér hozzám. Nem. Mindegy. Az a baj, hogy ti akarsz lesztek nálam többek. Az a baj, igazad sokkal többek vagyunk nálam. Igazad van. Nem vagyunk többek. Csak most kurvára unatkozok, és örüljetek neki. De nem tudjátok, hogy még belőlem mi lesz. Arra szeretném, hogy 100%-on pörög. Én az a baj, igen, most pörögök, mert olyan szinten ideges vagyok, geci, mert felbasz a szimpla jelenlétével, meg azzal, hogy próbálja megmondani, hogy ő mennyire okos, de közben gecire hülye. Miért lennék egyszerű hülye? Miért te? Nagyon nem buta tudom. Vagy, nagyon buta vagy. Hányszor találkoztunk? Talán maximum 4-szer? Találkoztunk. 4-szer. És mind a 4-szer megbasztalak. Nagyon okos vagy. Mennyire vagyok. Köszönöm és szépen. Mennyire vagyok. Ennyi elég volt mára. Azt a... Jézusom. Azt a kutya, minden az itt. Baj, érti, ez az utca, de se téded, de se háros. Állok, mint a fa kereszt, mert a zsebi nem engedve magereszt. Rózsám éjjel rezve, mert vagyok én beborozó szerezve. Nem, hogy hány ember előtt égetem magam. Csupa, csak a kövessétek be Krisztofer gyerekek minden áll. Rögzítsd ki, rögzítsd ki. Jó étani. Jó étani. Figyelj, Mandika. Nagyon egybe vagy most késő este Lakers-es trikóban. Mit? Nagyon egybe vagy most. Mit csináltál magad? Mint nélkül.
Én nem basztam még zsebibe a gyerekek. Én mindig olyannal vagyok, akiről nem tud senki semmit. Szerintem így a tökéletes. Nem én tudnak róla beszélni. Én dolgot, ha hát de, igen, mert meséltem, de amúgy nem tudnál. Hogy ne tudnál? Na mondjad, kit tudsz? Senkit. Mindegy, folytassuk. Na, hát Andi, amúgy a fektetett kamera effekt nagyon ott van a szerep. Nagyon tudod. Bár, a lámpámmal tudok ilyet. Csak ki kell húznom magam a felületre. Jövő, más különbe kell forgatni már így. Ha van igazi nő, gyerekek. Ha van igazi nő, akkor az Andi. Andi, hey. Andi tudja, mi kell amúgy a lányokból. A lányoknak, amúgy te Andi, te nem lehet tükkus? Nem, de ez is elég bevállalnám. Mi lesz ilyen? Dagadék, üljél vissza a helyedre. Mit csinál? Szeretném, ha megbeszélnétek, ti lányok, ezt a problémát. Mi? Nehéz lesz. Vagy ez vissza az arcából, és akkor nem lesz szétégetve a picsája. Mindegy, amúgy ezt visszafelelődött. Azt mondta, hogy én normális vagyok. És ez nekem jól tudja egyébként. Mi elkezdi, Krisztófer? Olyan szép szemed van, olyan jól nézel ki. Na, de amúgy meg kell ki... Nem tudom, Anita. Igen. Szóval... Mondjad. Én súlyt, hát és felvállalom magam így. Én nem. Nem még itt izé. Én nem vállalom fel, vagy mi? Hallod? Zsebi, amúgy most Anitát én is értem, mert kötekszik veled. Nem értem. Egyszerűen. Anitáról szálljatok le? Igen, véd meg. Véd meg előle. Micsoda? Véd meg előle, nem. Tessék, én leszek a zsebivel, most elemén vannak 400-a, megnézem, kivel lesznek a na, végét. Gyerekek, hashtag team, nem, mi Gyula, is? Azért, mert így viselkedtél velem. Ezért Krisztófert választom. Nem is kellenél a gyuszikának, ennyi a probléma. Gyereke, végre bazd meg, végre, kurva élet. Végre valaki téged választott. Mit csináljak? Mire lehet szórjam le magam? Kivitte a számok és... Az Anita az egy nem volt igaz, mert a megkérdezett... Most több, mint egy engem? Ha várja, azt mondta az Anita, hogy végre valaki engem választ. Azért Gyula, beszélj már meg a régebbi hölgyeket, hogy... Lemaradtam már, nem utogass, nem szép dolog. Tehát Anita, most te is kicsit el vagy száma magadtól, próbálsz itt beégetni, engem nem zavar lehet. Rajtam nem fog, de hát most én zsebiben vagyok. Krisztófer? Legyél. Na? Járdékos veszteség vagy, tök mindegy kivel vagy. Csak mondom, tesó, már 400-200-ban vagyunk. Előbb még 500-100-ban. De amúgy így is szép vagyok? Aha, így is van nézel, szerintem. Mosasszal. Kicsit egy baloldali hajadat bejebb húzod, nagyon szép vagy. Mi az, hogy baloldali hajadat? Te is okos vagy, mint zsebi. Egy szint. Te so, egy szint. Jó, most, hogy ezt szálltatok. Nekem a személyiségem most nagyon jó. Na, mi úgy, nagyon mindenki azt mondja, hogy nagyon szád, de amúgy kurvára jó személyiség. Ha mindenki azt mondja, hogy szád, akkor hogy lehet jó? Annyira szar, hogy már én jó. Tudom magamról, de? Hogy jó a személyiség. Hallod, Zsebi, nevetve őket, csak irigyek, irigyek. Hashtag mi, én meg Anita a mi, hashtag ők az ők, nézzük ki nyer. Hajrá. Jó. Figyelj, Zsebi. Gyászlára is meg. Mindegy gyűjtök. Gyerekek. Tiszta bármilyen. Gyász vagy a lelket, szára. Aki húst akar. Még startingben is jó. Hallod? Zsebi, amit akartam neked mondani, ezek a fények egyébként mindig jók a szobában. Mindig ezek a fények, amiben vagyok. Nem, már félre sötétben is inkább lehetettek a fel, és a vagy nem tudom. Nem értem, így már mindjárt más. Nagyon sok az ők, csak mondom. Reggel kell baszni. Hát aludjál, Csabika. Nagyon nyerésre állunk. Dehogy álltok nyerésre. Amúgy Anita, hogy velünk van se veled, azt veszem észre, hogy Gyulával van az összes. Jó. Írjátok meg, szerintetek ki oppali, a Gyula vagy a Krisztófer? Írjátok meg, ki szopassa meg előbb, én vagyok Krisztófer.
Geci, olyan hülyeségeket tudsz mondani, te gyerek. Alapból se kapnátok majd. Hát idegesít, ki jó vagy, Krisztófer vagy Gyula? Ha. Tudom, hogy kapnád meg? Nem vagyunk a te szinten. De nem egyébként már a videóra, ne idegesítsetek fel. Erről most nem mondok semmit, hogy nem kapnának meg. Kit? Mert ti nem kapnátok meg. Mármint kit, várjál, mi? Zsebi. Nekem te kell, ez bazd meg, nem a Zsebi, és kérdeztem, hogy volt-e, vagy hogy fiú az mész-e, vagy valami, és oda mentél, és azt mondtad, hogy nem. De nem oda mentem, fogd már fel. Ha valaki elmondja, hogy sztoriba kint volt, és kajak oda mentél, akkor de meg az nem akkor mentél. Volt, nem aznap este volt, a két dolog. Kettő kopogsz. Tegyél rendet, Krisztófer. De ez akkor, de mindegy lesz rám. Krisztófer. Igen. Mit írnak a nézők, mert én nem látom. Mondjam? Elmondjam? Zsebi és Krisztófer. Nem mondom, nem fogja felfogni. Várjál, mondom. Zsebi és Krisztófer ír összeírulni. Nagyon aranyosan Krisztófer. Krisztófer nagyon-nagyon csillog összett szemet Zsebi iránt. Nem amúgy. Itt van Török Sándor a live-ban. Szeretném, ha bekövetné mindenki. Sanyika hasonlóan a török barátom. Kövessétek. Amúgy csak dicsérnek téged. Engem szidnak. Krisztófer. Mi az, hogy előtte volt Csabika? Ne kavarjál, meg keverjél össze, viszont meg kinyírlak. Na várjál. Nem válaszolnak, hogy ki a jó. Csabika hibája. Olvasom én, mit írom. Krisztófer, szoktás meg, én ezt látom. Én is imádlak, nem tudom, két a puszélek. Nem írják, hogy ki a jobb pari, de én ezt is elfogadom, ha Gyula. Majd a élőben a hatás. Szerintem a Krisztófer sokkal jobb. Szerintem a Gyula jobb. Kiegészítjük. Szeretlek, baba. Szeretlek. Gyula kurva. Várjuk, ezt kiírtam. Gyula kurva. Ja. Zsebi, nagyon jó vagy, bazd meg. Az a baj, hogy amelyik kutyaugat nem harap, megkapni. Ne engedem. Azt írták egyébként, hogy amit Török Sanyit rögzíts már ki. Még őt is. Nem írtak, írom be. Várom úgy rám, de Isten mi ki? Rád írja, Zsefi, írhatok neked? Úgy írt, hogy kövessétek Sanyika alsónal Török. Írja be, hogy kövessenek, azt kirögzíted. Van vágyán. Mert még rájött, és találkozol vele, 50k-t tegyél félre. Vele? Én? Hallod, Zsebi, őszintén néznék, hogy lefüggődnél velem, hogy csak úgy játszik a pénz. Ezt nem lehet fogom mondani, egy-kettő. Jó, ott a Sanyika török. Most már veled harcnak 50k. Várj, de ilyen látom, hol van. Ilyen időben megírtam. Tök nem tudom mutatni, mert a kis ujjam nem működik. Nem működik. Hol a Sanyja? Itt van. Kövessétek a fiút. Zsebi, kiesett már a tejfogad? Persze. Nem, akkor nem azt mondom, Zsebi. Az... Szálljál le róla. Most... Kell engem pitkáljatok rajtam, több az oltási felület. 400 követő már elég volt, köszönöm. De figyelj majd, Anita. Sok leszel mára. Nem bántottalak. Szóval szép nem. Anita, miért kell ilyen messze laknod, geci? Oda költözzek. Igen. Hát. Igen. Mert akkor jó. Nehogy kilép. Nehogy kilép. Vagy volna nem kurva, csak egy kicsit, hogy basszom meg még anyádnak a száját is, te kis köcsög. Kiverték. Verdes a kajakra. Micsoda? Írták, hogy kiverték neki, azt mondom, meg kajakra. Amúgy a frankot megmondom, Addi, azért piszkálnak, mert irigyek rá. Sok tűnök. Lázítsad, te köcsög, ez a geci mondja. Most már látom a kommenteket. Tudom, ezek kutyák, hol bírnak vele? Most már el tudom olvasni. Hol bírnak vele? Tényleg tudsz olvasni? Jó van, Anita, nem kell kóstolgatni, hadd olvassam. Bátyával meg hol bírtak, hagyjátok itt sem. Itt még bemutogja. Jézusom. Krisztófer. Jó, hogy Krisztófer jó felé nagyon. Köszi. El is jó fejben. Majd összefutunk, Zsebi.
Tala később. Ez nagyon kemény. Hát ezt már csak privátba. Te meg szálljátok rá az Andiról, Dick. Tűntelek az életből, és nem csak a live-ból, hogy gyerek, fú. Ez kiírta. Gyula, geci, előbb egy másik csajnak nyaltál. De látjátok, gyerekek, hogy kicsit nem tudjátok felfogni, hogy mi, hogy hány méterre. 27 éves az a lány, aki egy nő egyébként, és már régóta én vagyok vele. Ja. És semmiről nem tudtak, és mondjátok, hogy előbb másik lánynak nyaltál, hogy semmi, hogy meg... Bátyom, nem tudom, ki lenne jobb. Nagyot vagy a vastagot szereted, válaszolj. Nagyot vagy a vastagot szereted. Hogy melyik? Most tényleg nem engem választanám, Andi. Nem tudom, attól függ, eltöltenék mind a kettőtökkel egy napot, és hogyha a földön ketten maradnátok. A földön ketten maradnánk, hamarabb közösülnék Krisztoferrel, mint veled. Ne idéges így fel. Csak egy Gyulát 6-8-at mutatnám, és te végignéztél. Csak mondom. Úgy nyelnéd szó, hogy itt lenni a Pest Erzsébeten, meg lennél verve, ilyet írnak. Kicsoda? Én gondolkozok rajta. Kicsoda? Azt írták, hogy Zsabika, hogy itt lennél a Pest Erzsébeten, már meg lennél verve. Azt hittem én, mert amikor felköltöztem Pestre, mindenki meg akart lenni, csak nem tudtam ki az, amit. Mariannás kúló vagyok. Figyelj, Zsabi, én azt mondom. Én azt mondom, mindjárt kiállok itt a bömössel, elég gurulok érted, aztán megyünk le oda, ahol az előbb mondták. Jó? Megbízol bennem, Zsevi? Tudnál bennem bízni? Persze. Szerintem már bizonyítottam elege. Az a baj, Zsebi, hogy te mindenkiben megbízol, aki egy kicsit is jól néz ki, és mindenki átbasz téged. Mindenki. Na látom, most mondtad ki, egy kicsit is jól néz ki. Kibasznál. Azért, mert nem úgy állok hozzájuk. Hát ez az. Hát nem elég ez a 8-as, na mindegy. Vaj, elég. Egyszer is többet nem adsz a 8-asnál neki, nem vagy bármilyen viszonyba kerültek, amit a kinyírnak. Kösz, öcsém. Hát az öcsém bent van a live-ban, mindjárt kirúgdosom. Amúgy, barna vagy szőke szerintetek? Á, neked csak az öcsém. Fogok köszönni, nem. Á, Sanyika, nem tudok menni, tesó. El van törve a kéz, hogy? Szerintetek barna vagy szőke? Nem mondjátok amúgy ezt a lány, de amúgy kurvára. Nem unom. Dehogy unom. Én nagy. Gecsős, nem válaszol. De hallott. Nem értem. Hát nem válaszol. Gyula. Gyula. Nem válaszol senki. Hogy nem válaszol? Amúgy meg szőke. Vagyis nekem szőke. Szerintem szőke. Mindenféleképpen. Mindenféleképpen szőke. Na. Az nagyon csak azért, azért már most barna a hajad, vagy fekete. Csak azért szőke. Mindegy. Ja, azt hiszem, hogy ez az... Meddig ér a hajad, amit nem látom. Az egy kicsit negatív, az a baj. Ú, de jó a hajad. Levágod idáig. Szép hajadom. Érted. Én megújra láncsak túl. Jó, most annyit egy napra lehet. Szeptemberről megyek fodrászhozni, meglátjuk. Akkor szeptemberbe felhívsz? Anyika, lehet egy napra lenézek. Egyszer. Egy napra. Amúgy meg, hogyha már hányan vagyunk benne, minél? 50. Igen. Annyira lényegtelen is még. Mi az, hogy irritál az, amit a lép ki? Öt? Amúgy már... Gyere már be a rendes profilodról amúgy. Én? Igen. Gyere már be. Nem, mert mindenből vagyok. És... Raksz filter, gyere már be arra. De, nem, más mindenki vagyok, semmi követő. Pedig így is jó vagy. Én is mindenki vagyok, hogy ez mennyi, tehát mégis felvállom a fejemet. Van mindenki. Rajta filter, kedvesem. Jó. Most figyelj, én is tudok ilyet, hogy kajak az kék legyen eszben. De amúgy is kék a szemed. Én nem tudok, mert kaputelefonról vagyok, és nincs ilyen filter. Andi. Love me, love me, stay touch. Nem olyan félőszínűs, mint a páncél. Andi, amúgy nekem nagyon jó hangod, hallottam ma, te énekelsz. Jó, sajnos. Rajtad is van, Gyula, mindig.
Mi? Hát de én felvállalom az arcom, leveszem a filtert, hogy most sincs rajtam. Igen, Andi, hallottam, hogy énekelsz, láttam egy TikTokot. Ott volt amúgy a hang. Ott volt a hang. Jaj, de csúnya lett az arcod. Kinek nekem? Gyertek Óbudára, Zsa. Szia, Gyula. Mindjárt megyünk, de szia. Mindjárt robbanok. Énekelj már valami, Jebi, légy szíves. Na, beatboxolok, te énekelsz benne vagy? Na, mit? Ha van nagy. Azt énekelt. Ha volna még, ha volna még. Ha volna még. Azt énekelt. Tényleg belekezdesz? Ne viccel. Na, amúgy. Nem akarom. Gyerünk már. Hangolj be. De mit énekeljek? Dixoszi van. Azt szeretnél hallani, hogy... Hallod, még a kozák is megmondta, csúnyább lettél, Zsebi, ezzel a szájjal, főleg az arcod is. Jó, Anit, nem kell végig. Sírni fogok mindjárt. Hát már az előbb sírtál, szóval nem volt. Mindjárt. Igen, jaj, most itt ellen. Akkor mit elkenődött el a sminkkel, ami alatt nincs is rajta? Hát mit vált, nincs rajtam smink. Tovább látod az Antit, azt mondta. Én is sírni fogok, elég. Lejárt az érzéseimben. Jó? Eki. Na, az a csávó. Ennek a négy embernek van összesen 50 IQ-ja. Ezt leírtam. Gosztman Zoli. Nem tudom, hogy ez a neved. Nem hiszem, hogy Gosztman a neved. Lehet, hogy te. De... Bátyának annyi az IQ-ja. 50. Na. Mégis egy olyan live-ot nézel, ahol 4, 17 éves 50 IQ-s van. Beszélget, vagy próbál beszélgetni, mert még azt sem tudom. És te meg itt vagy, és ezt nézed. És valószínűleg lehet, hogy veszed videóra is, és élek ott, mert annyira egy nyomorék vagy. Mit... Bátyát felhívjétek videóra, csak jelöljétek meg mindenhol. Amúgy meg igen, PC, jelölj, csorbokon Gyula, úgy vagy fel mindenhol. Nem vagyok formában, de nem baj. Gyula, te faszopó, geci. Puszillak, kedvesem. Na, énekeljük akkor. Gyula, igen. Te drogos, geci. Most miért vagy irigy, hogy drogos? Gyula, majd csendben, mert én megvédek. De most először Zsebi allergiájára. Na, gyerünk, Zsebi. Akkor azt szeretném hallani. Ha volna mi. Ezt nem értem. Akkor azt szeretném hallani. Akkor énekeld azt, hogy... Bukott diák vagyok már. Ellopták a biciklim, a piros fehér biciklim. Akkor... Te mit tudsz? Gyerek. Magyar számra gondoltok? Jó, akkor egy gyengét. Süss fel nap. Akkor legyen a süss fel nap, azt talán tudod. Én beszélek, ha most bemondja, hogy nem ismeri. Hogy ne ismeri. Segítsek, elkezdjem. Mondta, ne nézd már tűnjének. Nem, végén a kertek alatt az, hogy is van. Kertek alatt a ludai megfajnak. Obodában nem énekeltétek, hogy feljöjjön a nap? De én nagyon... Csak elfelejtette a szegény. Csak elfelejtette. Kis butus. Nagyon kis buti vagy. De nem vagy buta, csak butus. Nem úgy. Ne dúdolj a dénekel. Nem. Na akkor már mondok jobb zenét, ha szeretnél. Őszön víz lettem, azt szeretném. Az Origót, Pápa Józseftől. Énekelj el a havonnak. Anita meg Gyula összeillenek. Na, amúgy tényleg most komolyan mondom. Azt szeretném hallani, hogy lépteget hallom még. Ha elnéz, nem marad, ami szép. Bárhova is indulni. Gyere, segíts be nekünk. Hogy van tovább? Vártál a folyónál a hajamból egy hidat mondtál. Nem tudom, hogy van ez. Más zenét kezdj el. Tessék, amúgy... De figyelj már, Andi. Tehát én nem akarok bunkó lenni, de amikor hozzád beszélek, nem magad nézegessen. De hát ez... Szerelmes magába. Bazd meg. Így meg beléd. Szerelmes lett. Belém. Ezt nem jó. Akkor énekelj valami külföldi, énekelj már valami. Nem szeretném, mert zsírszegény. Zsírszegény? Senki nem zsírszegény. Zsírszegény. Ne basszassátok, most énekel. Figyeljünk. Christopher, maradj már. Szokkod.
Tudod a kártyádat, mint apád, Gyula, te faszokó. Stírja, na, a gyerekek, szebben. Sokkal. Jó van, a gyereket fölkelek. Elég, hogy én vagy. Én is az vagyok. Gáz, Gyula, gáz, miért? Az én azt mondtam, hogy szerelmes vagyok belé. Miért gáz? Gáz vagy, Gyula. Passz meg. Te is. Gáz vagy, Gyula. Mi folyik itt? Passz. Na, várjatok, mondjál, mondok, jó az. Én most hétkor kelek, azt itt hallgatom, hogy Zsebi énekel. Na, szerencsés vagy az életben. Figyelj, Zsebi, akkor van vele címe. Na, mondja. Magyar legyen, vagy külföldi. Majd, amit a privátba ír már, akkor egyszer. Magyar legyen, magyar. Jó? Magyar? Jó. Magyar. Most nagy nyomást tettél. Hogy gyerekek, elég ebből a szép pár lennétek, meg kipingeltem egyet. Hát Kriszke, nyomottál magad az. Jó, na, úgy van. Magyar, igen. Magyar. Michael Curtis-től tudnál valamit rappelni, mert rappelni is tudsz. Én nem csak rappelni. Gyuszi meg Krisz, olyan egy pár lennétek, ezt a testvéred úr. Na, ilyen, magyar nem. Hát a lány lennék, akkor csak Krisztoferrel szeretnék. Én nem volt baszlék, esküszöm. És akkor... Na igen. Úgy mondjuk ezeket, hogy veszik videóra, de nem baj. Most hol érdekel? Szerintem érdekel? Ez az igazság, geci. Na, öcsi, okosan. Miért kell nagybetűvel írni, hogy basszom ki a szállat? Nem tudok mit mondani. Nem tudom, melyik zenét ismered. Valamit kezdve érdekel. Magyar zenét, várjál, mondok. De várjál, aki nem ismeri a izét, a süs feladatot. Nagyon nehéz lesz neki választani valamit. Várjál, van még ilyen gyerekdalt, mondja az ön. Még mindig rólad írottál. Melyik? Ezt szeretem. Maradjatok már, hát nem igaz, végre elkezdte. Jó lesz, ő végezetlek, pont. Úgy érzem, minden. De nyisd meg ki a szádat. Hát, remélem, hogy remélem más, hogy a szádat. Milyen magadból indulsz ki, és már kezdett. János. Én most néztem egyet fülkerek, most visszanézek inkább. Na, folytatom. Meg anyád ötlendezik, mégis anyád itt fekszik bent a szekrényből, mert bezártam, raboskodik az kárba ötös. Fekszik, majd kimegyek érte később, mutatom. Na de, folytasd, Andi. Na de mit? De ez nem jó. Ez. Nem ismersz egy rendes számot sem, tehát nem jó. Azt énekelt, hogy anyja hibám, amit vétettem. Ezt szeretném hallani. Nem ismeri. Nem tudom. Ki gondolta volna akkor már megint? Akkor inkább kutoltál. Nem ismertem már meg azt a kártyát. Micsoda? Jogos. Nem ismerhet meg azt a kártyát. Nem ismerhet mindenben. De most Gyula egy nő miatt szétharaptál egy kártyát. Szégyed el a büdös kártyát. Van 600 ilyen paklin, mert mindig, amikor megyek és sportjákba veszek egyet. Ja, akkor minden. Akkor tépkedj el. Na, valami... Magyar slágert. A himnuszt. Mi bajni vagy? Na, hogy énekeld a neve. Az jó. Énekeld a himnuszt. Az jó. A himnuszt. Te vagy belőle a bajban. Hogy én nem tudja a szóval. Túl lassú. Krisztofer! Hallottam, fasz. De ő sajnos nem hallotta szerintem. Mondom, ő belőle a bajsor. Manuel, kettem. Az jó. Na. Gyerünk. Mert hogy kezdődik ketten. Azt a kurva eget, de beleverem a fejemet a falba, esküszöm. Hát, te egyen kevesebb bíkút lenne, összeszarnád az udvar, mint a csirkét. Akkor mondom, hogy hogy kezdődik életem. Na figyelj, Andikám, csak azért, mert olyan kapcsolatban. Kuss már, Krisztofer, énekelni próbál. Mindig akkor pofázol vele, Krisztoferben. Melletted akárhova néz. Tudjátok, miből alakult ki ez a jó hang? Folytan, ez nagyon jó Eki. Volt. Nagyon jó volt. Eki. Ezt ki azt tudja kiadni ezt a hangot? Eki. Nem, most. Mint a degeneráltunk, geci. Eki. Eki. Ne rögjél! Mi is rögök vagy az illik rád?
Kérdezd, mi? Amíg én már nem látom a kommenteket, de ezen a telefonon nem is tudom, hogy hol látom. De ezzel nem tudom. Szerintem az angolt engedd el, mert még magyarul se tudsz. De jó volt. Énekel tovább. De nem jó, mert nem beszél angolul. De jó volt, jó volt. Mondta, hogy volt. Énekel újra. Krisztofer, most azért, mert meg akarod baszni, azért ne tedd már neki a szépet. Anita, nem, tényleg egyébként most már kezdesz kicsit felidegesíteni. De mit képzelsz magadról? Eki, jelöljétek már meg Ekit, lecsót, Gyula, anyád meg kezd is a száj, nem baj. Nevedd már magad, rend, felsolvasd. Gyula, én nem Anitát rúgja a live-ból, sérteget, feleslegesen sérteget. De hogy dobom ki. Nem fog. Na, akkor választom, hogy én. Simán kidobnálak, hogyha tényleg komolyan megkérné. Csókollak. Szevasz, Anita. Az igen. Lépjél vissza egy szintet, öcsém. Nem. Lépjél vissza, hogy felnőttem, lépjél vissza egy szintet. Csúnyán beszólva. Család, barátok és utána nők. Ugye? Család, barátok. Egyezd meg, Anita, te is. Család, barátok, utána a férfiak. Ma Pali elfelejtett. Gyula az az arc. Milyen arc? Nagy igaz arc. A forma. Nem majd gyerekek, majd én is veszek olyan lámpát, azt nézzétek majd meg a szemembe. Várjál, lekapcsolom. Nem baj, de jó, Zora. Ú, basz meg. Jó. Alapjártam. Nekem te szerintem 10 per 10. Telibe trafálnálak. Amúgy egy nagyon jó barát. Szerintem amúgy jó páros lennétek. Ugye? Szerintem is lenne nekünk hosszú jövőnk. Neki éppen... nincs sok keze, neked meg van? Vagy másképp biztos lennénk. Meddig? Másfél percig. Ki hűséges? Á, nagyon. Én a hűség mint a példánya vagyok. Nézd rá. Mint a példánya, Geci. Nem példája, példánya. Mi vagy te? Ezen megcsalnátok? Dehogy. Téged. Nem, de te őket igen. Veled összesülnék? Én rád néznék, de a napba sose. Imádom. Shrimpia vagy ki vagy? Ír rá. Engem amúgy senki nem csinálnak, szerintem. Szerintem sem. Amúgy szerintem sem. Abszolút nagy baromság lenne. Baklövés. Hülyeség. Te mindig olyan buta. Cigányság, lopunk és családon belül szaporodunk, még nem loptam sose, ami lehet hazugság, döntsétek el ti. Figyelj, Andi, hogy nekem holnap üres a ház, szóval gondolom, hogy jöhetnél egy bulit, összecsaphatnánk ketten. Jó. Eljön meg a kenyérböget, és kajadat mondja. Persze, hogy viccelsz. Tudom, hogy viccelsz. Én is viccelek. Gyerekek. Szeretik a perecet. De nekem nem ilyen habi kapcsolatok kellene amúgy. Nekem se. Őszinte érzelmekről beszélek. Nekem se, azért kezdtem el beszélgetni valakivel. Ja, csak aztán hazudott. Na mindegy. Na mindegy. De már én majd visszatérünk. Jó, kinek hazudott? Jó, megbeszéljük. Kíváncsi leszek. Térjünk vissza erre majd. Később. Az a te jobb vagy zsebével, úgy nézek, mint aki jobban van vele. Nekem te jó felizné barátom lennél. Ki? Te. Én. Aha. Nekem meg te tökéletes barátné. Nem, csak mit tudok. Nem, neked sokat dedikális. Nézd, Andi, hogy mi ezt megbeszéljük később. Hallod, Andi? Csak mondom, szerint van PS5-öm, ilyen tévém. Nyakláncom, gyűrűm, és neked a Christopher kell. Van egy komoly órám is. És neked egy Christopher kell. Nálam nincs félrekúrás. Gyulánál van. Hát, ja, nálam félre is kúrhatsz, ha szeretnél. Most lehet. Van egy kalkötüm, ami meg van szentelve. Tessék? De ti meddig fogtok live-ozni? Meddig live-ozni? Meddig szeretnéd? Hát én mindjárt kilépek. Nem áll. Végre. Kiveszünk a végre. Megyünk privátba megbeszélni.
Végre kiveszük a Dóri. Tényleg 7-kor fogok fel. Gyuszik a kurva anyád. A Dóri beírta. Én meg mely? Azt hittem már te mondod. Melyik Dóri? Az a Dóri? Nem Dóri. No name Dóri. Dóri. Nem, de nem az Dóri. Úgy van fenn Instán, hogy Dóri. Jó, van, nem kell ebbe olvasni. De te degenerált, oké, hogy úgy van fenn, hogy Dóri, de nem de ő volt. De őt ismerem, csak azért. Jó, én meg kitiltottam. Na, hogy megszesz a Andiba? Bocsánatot kérek, elnézést. Tényleg. Na azért. Őszinte részvétlen a tartsunk már. Na, ja. Ne azért tudjunk le. A tégla, nem ő írta be. Ami mondjad, Andi? Nem tudok semmit. Mondjad. Mi bántja a leg? Látod, ilyenkor nem vagy buta, ilyenkor gondolkozod, ja, csöndbe vagy. Szarvas is lenni. Hú. De készen kitiltott, azért írtam, mert nem válaszoltál. Nem még kitilt, azt sem tudom. Dóri vagyok. Ja! Jó, visszaoldalak majd a vége a lánynak, hogy faszt tudta, hogy te vagy Getty, ja, hát nem látom, mit írtál. Fiúk, írjátok már meg, hogy ki a bújós. Bújós. Jó, én most megyek aludni, mert nekem elfáradt. Nem, mondd el, bújós vagy? Én olyan vagyok, mint egy tapacs. De nem én tapadok. Utálom. Én ha ez az én oldalam, és ha én ide kifekszek, akkor senki ne öleljen át, meg semmi. Na jó van, gyerekek. Tényleg megyek nem aludni. Nem lehet úgy aludni. Megyek aludni. Jó van. Majd te meg akarod beszélni, Andi, te a dolgokat majd írjál. Jó, Andi, írjál rá mindenféleképpen, beszélj. Sziasztok. Komolyan mondom. Ja, én is hívják titeket. Azt hiszem, hogy Westside, meg ilyenek. Ja, én is Westside, hasonló. Jó, pedig kírjanak. Jó, esetek be még azért minket utoljára, engem meg a Krisztofárt, a többi nem lényeges. De most még a live-nak? Így van. Ezek szerint, hát nem jöttél be a rendes profilra, szóval igen. Jó van. Ez olyan, mint egy biliárdgép, hogy bedobod a kis aprót, és idő, limit van. Jó, elég. Na, alvás. Na, aludjál, szia. Jó, pedig kírjatok. Gyula, én meg majd felhívnál a privátba. Na, jól van, oké. Na, mert hívjál. Várj. Jó, csak.